Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A címben megadott kérdés és az arra adandó válasz az valójában mindenkinek a saját belső válaszkeresése. Illetve ha megtalálja, akkor a válasza. Én először is azt mondanám, illetve azt a meglátásomat mondanám el, hogy azt hiszem, az első és legfontosabb dolog, hogy rá kell jönnünk arra, hogy az élet értelme az, tehát magyarul a kérdés, az nem jó. Teljesen nyilvánvaló, hogy a homo sapiens, azaz az értelmes ember, az az értelmet keresi mindenben. Azaz asztrológusként azt mondom, hogy a Merkurt. És lehet, hogy azt a problémát veszük ezzel a nyakunkba, hogy valami logikus végkövetkeztetést szeretnénk megkapni. Ahelyett, hogy idéznék Hajnal Bertalantól, ő annak idején a tervhivatalban dolgozott, és nem mert csak álnéven írni, ezért, ha valakinek a keze ügyébe kerül egy Jachlan nevezetű mű, tehát Hajnal, és akkor annak ugye a megváltoztatott betűi, Jachlan néven írt, és sose felejtem el. Én úgy vagyok egy-egy könyvvel, hogy ha egyetlen olyan mondatot találok benne, ami engem előrébb visz egy gondolattal, egy élménnyel, egy érzéssel, akkor azt a könyvet már megérte elolvasni. És hát hagyosszak meg most két idézetet. Az egyik, ez a Hajnal Bertalantól származik. Megmondom őszintén, hogy már a könyv címére sem emlékszem. Annyira régen olvastam. Viszont arra az egy mondatra pontosan emlékszem. Az egy mondat így hangzik. Keringünk a gömb középpontja körül, tehát keringünk a gömb középpontja körül, ahelyett, hogy a gömbé válnánk. És aztán elmondanék egy másik könyvet. Ha jól emlékszem, 1911-ben a norvég irodalmi pályázaton ez a könyv nyerte el a fődíjat, az a címe, hogy a bölcsek köve. Anker Larsen írta, és ilyen családregénynek számít. Hát olyan 500 valahány oldal volt, elég hosszú. Időnként untam egy kicsit, olyan Galsworthy Forsyth saga analógiája van. Nézzék el nekem, hogy ezt én már, tehát mögöttem volt már minden, ami úgymond irodalmilag nem számított, vagy számított, ez most nem mennék ebbe bele. Olyan családba születtem, ahol a könyvek garmada volt a könyvespolcokon, tehát ennek következtében tényleg faltam a könyveket, nagyon gyorsan olvastam, átlag 50 oldalt egy óra alatt, tehát nagyjából egy nap alatt ki lehetett olvasni egy
300-400 oldalas könyvet, és nem is mennék ebbe bele, csak azt akartam ezzel mondani, hogy tényleg mögöttem volt már Tolstoy, de hogy mondjak mást is, az Elfújta a szél, az is ott volt mögötte, meg a Randevú Rómában, mert voltak ilyen könyvek is. Ezek olyan nagy bestsellernek számítottak, hát jó, gyengécske könyvecskék, de nem számít, mint Anker Larsen könyvétől sem omoltam össze. De itt is itt a mondat, hogy értsék a mondatot, egy picit helyezzük bele a történetbe. Tehát ez egy családregény, játszódik valahol Norvégiában, valahol vidéken, és a főszereplőnk egy kis idő múlva, hát ez természetes, hogy már kicsit unja a vidéki életet, bemegy a nagyvárosba, szeretne valami mást is látni. Ott összetalálkozik egy társasággal, ez a társaság, nevezzük mondjuk okkultista társaságnak, mindenféle ilyen érdekes, csodás dologgal foglalkozik, nagy filozófiák, hát gondoljunk bele, 1911-ben született a mű, tehát a 20. század elején, a 19. század végén volt egy ilyen nagyon erős, ismét egy ilyen felerősödő okkult érdeklődés és irányzat, és akkor itt összeismerkedik egy emberrel, aki cipész. Tehát foglalkozását tekintve egy cipészmester, és az a mániája, hogy már csak egy csavar hiányzik, és megvan a perpétum mobile, az örök mozgó. És aztán valahogy úgy a társaság tagjai megint szétszélednek, főszereplőnk is visszamegy vidékre, megnősül, gyerekei születnek, és körülbelül eltelik, vagy 10 év, mikor megint visszamegy a városba, megkeresi a régi embereket, de nem nagyon talál senkit. Míg egyszer csak egy ilyen cégér, egy tábla az utcán úgy kiüti a szemét, a cipészboltról eszébe jut a cipész, bemegy a cipészhez, és azt mondja neki, hogy hát szervusz már, milyen rég láttalak, és hogy vagy, és mi van a perpétum mobilével? A cipész ott ül a kaptafájánál, szögeli a cipőket, a perpétum mobilével nincs semmi, mondja. De hát évekkel ezelőtt azt mondtad, hogy már csak egy csavar hiányzik. És itt van az ominózus mondat, ezért érdemes elolvasni Anker Larsen bölcsekkövét. Igen, tudod, de közben rájöttem, hogy az a csavar, az az egy csavar, ami hiányzik a perpétum mobiléből, az én vagyok. Nos, keringünk a gömb középpontja körül a helyet, hogy a gömbé válnánk. A perpétum mobile, az örök mozgó utolsó csavarja az én vagyok. Tehát mi az élet értelme? Lehetne azt mondani, hogy megtalálni önmagunkat. Igen, csak itt megint egy nagyon izgalmas kérdés merül fel. Ha csak materiálisan és egoisztikusan gondolkodunk, akkor ez az önmagunk semmi más, mint az ego, az a valaki, aki lát, hall, érzékeli a világot, szeret jókat enni, inni, szeretkezni, mit tudom én. Tehát mindenféle földi dínomdánomba szeret részt venni, földi jóba, itt a szilveszter, itt az új év, buli lesz, gyerünk, hadd menjen, mindent bele. Igen. Ez az egyik.
De egy idő után az ember rá fog jönni arra, hogy melyik ember, bármelyik, rá fog jönni arra, hogy kiig. Tehát ha csak halmozza az élvezeteket, akkor előbb vagy utóbb egy ilyen kiégettség lesz úrrá, akkor meg utána a depi jön, mármint a depresszió, és aztán az életuntság, rossz esetben esetleg öngyilkos lesz, jobb esetben kezdi előről megint keresni az élet értelmét. És erre mondom én azt, hogy arra jöttem rá, hát csak így 70 környékén, hogy az életnek nincs értelme. Visszatérnék ahhoz a mondathoz, hogy megtalálni önmagunkat. Az nem az élet értelme, hanem az a rádöbbenés arra, hogy egyek vagyunk az Istennel. Amit nagyon nehéz elfogadni, mert állandóan megvan az ego lehatárolódása. 70-es években találkoztam Müller Péterrel, nagyon jó barátságba kerültünk. Egy alkalommal meghívott magához. Egy meditációja után érkeztem, és elmondanám azt a mondatot, amivel fogadott. Tudod, mondta Péter, olyanok vagyunk, mint az óceán cseppjei, és őrizgetjük a csepp tudatunkat. Ahelyett, hogy az óceánnál válnak. Ugye, hát ez is, ha semmi másért nem találkoztam Müller Péterrel, ezért az egy mondatért. Ezért az egy mondatért érdemes volt vele találkozni. Természetesen ennél többről van szó, csak én most próbálom érzékeltetni, hogy tehát értelmet keresünk, és ez a baj, ahelyett, hogy az életté válnánk, mert az élet az árad, akármerre nézünk. És most egy kicsit javasolnám a természetben való sétát. Mindenütt az élettel találkozunk. Még akkor is, ha november van. Mert tudjuk, hogy a fák lehullajtották a levelüket, de élnek. És az élet él és élni akar, és nem tudjuk, hogy mi ez az erő. Csak azt tudjuk, hogy bennünk is tevékenykedik. Ezért igazából véve én azt mondanám, hogy az életnek nem értelme van, hanem élménye van. Élménye, és abban a pillanatban ugye ez a magyar szó, élmény. Tehát át kell élni. Át kell élni, az életet át kell élni. Nem kell, nem kell. Nincs benne a must, ahogy az angolok mondanak. Nincs benne. Nincs benne a szükségszerűség, csak kimondom. Hanem
kedves néző, hagy tegeződjünk most így az öregkoromnál fogva. Engedd magad bele az életbe, az élet élményébe. Az életnek nem értelme van, hanem élmény. És annyi van, annyi csodálatos élménye van. És közben van egy nagyon-nagyon fontos, ugyanaz történik, ami eredetileg a hindú szemlélet alapján megjelenik. Purusa és Prakriti. Isten teremtő, élményeket teremtő lényét szemléli, Isten szemlélő lénye. Nézi a varázslatot. Mi is ezt tesszük. Ugyanezt tesszük. Szemlélni az életet, szemlélni a varázslatot. És itt jön Shakespeare. Színház az egész világ, és színész benne minden férfi és minden nő. Egyszerre átélni, és egyszerre szemlélni. Nem könnyű, de egy idő után ki tudja az ember alakítani ezt a... Tehát biztos vagyok benne, hogy számtalan csodálatos színészt megkérdeznék, egyszerre van jelen a színdarabban, mint színész, hiszen tudnia kell a szöveget, tudnia kell a jelenetek lényegét, és tudjuk nagyon jól, hogy a nonverbális kommunikáció sokkal fontosabb, tehát ehhez neki ott kell legyen teljes egészében, a gesztusaival, a megjelenésével, egy kacsintással, bármivel, és közben benne kell legyen, mint szemlélő. Ez az élet. Nem több és nem kevesebb. Legfeljebb mondhatjuk azt, hogy valakinek ez nem tetszik. Úgyhogy, kedves nézőm, hagyj kívánjak 2024-re. Igen, szokás szerint boldog új esztendőt, majd még erre egy pár mondattal kitérnék. Hogy kívánjak minél mélyebb átélést, élményeket az új esztendőben, élményeket, melyeket átélsz. És bocsánat még egyszer a tegezésért. Tehát ne az élet értelmét keresd, hanem csak éld az életedet. Ennyi. De van itt még egy ilyen mánia, ez a boldogság mániája. Boldog új esztendőt kívánunk egymásnak. Megmerném kockáztatni, hogy először is nincs leírva a tervhivatalba, se az értelmezős szótárba, se a Wikipédiára, hogy mi az, hogy boldogság. Ha valaki ezt megpróbálja megmondani, akkor már baj van. Ez egy Csíkszentmihályi talán a legjobban azzal fogalmazza meg, hogy azt mondja, hogy flow. Benne lenni a flowban, az áramlásban. Amikor ezt valaki átéli, akkor tudja, hogy mi az. Amikor beszélünk róla, az már baj. Akkor már megint
jön a Merkur, jön az értelem, agyalunk jobbra, agyalunk balra, elemezzük, kritizáljuk, fenemegette. Csak ott lenni, benne lenni, azonosulni vele. Benne lenni a flow-ban. És akkor nem biztos, hogy meg kell fogalmazni, hogy most boldog vagyok. Most hú, de jól érzem magam. Úgyhogy, drága kedves nézők, én most nem boldog új esztendőt kívánok, hanem sok-sok csodálatos élményt, hogy minél többet benne legyenek az áramlásban, az élet áramlásában. És még egy kifejezés, és úgy legyenek benne, hogy elragadtatottan, tehát, ahogy ha eljön Joe Blackben, mondja az Anthony Hopkins a lányának, hogy benne lenni a mámorban, elragadtatással. De most nem vagy benne, most olyan vagy, mint egy cinke. Nem tudom pontosan idézni, nem tanultam meg a forgatókönyv szerinti szöveget, én nem Anthony Hopkins vagyok. De a lényeg, hogy még egy szelet kenyeret is ehetünk boldogan. Hagyjuk ezt a szót elragadtatásban. Élvezhetjük a kenyér ízét. Egy másik film, Angyalok városa, a körte íze. Aki látta a filmet, tudja, hogy miről beszél. A körte íze. De szerencsénk van, mert míg az Angyalok városában ez az egész a körtére fókuszálódik, ki nem hagynám a narancs ízét, a megy ízét, hány gyümölcsünk van, Istenem, a mangó íze, a csodálatos cseresznye, az eper, a körte persze természetesen, az alma, és hát természetesen a banán is, meg sok minden más, csodálatosabbnál csodálatosabb gyümölcs, amely a föld különböző tájain terem. Azért azt hozzá kell tegyem, hogy a magyar gyümölcs ízéhez semmi nem fogható, semmi. Az a fürt szőlő, amit leszedünk arról a csodálatos tőkéről. No, ez az elragadtatás. Süt a nap a somogyi dombokon, vagy a Balaton felvidéken, vagy mondhatnám bármelyik területet. Mátra alján falu szélén. Leszedni egy csodálatos fürt szőlőt, megkóstolni az ízét. Ez az élet. És ha közben nem agyalunk, csak élvezzük a pillanatot, azt a pillanatot, az itt és mostot. Benne vagyunk. El vagyunk ragadtatva. Lehet, hogy ez az élet értelme. Isten áldja önöket.
sok-sok elragadtatott pillanatot az új esztendőben. Viszontlátásra!